Újabb békemenetet tartottak március 15-én Budapesten. A 9. alkalommal életre hívott eseményt a Civil Összefogás Fórum és Alapítványa szervezte. A demonstrációhoz több száz zalaegerszegi is csatlakozott. Sokan szervezett buszokkal indultak útnak. A résztvevők korán reggel a zalaegerszegi sportcsarnoknál találkoztak. Ekkor két autóbusz telt meg. A Civil Összefogás Fórum tagjai zászlókkal és táblákkal felszerelkezve vágtak neki a közel 3 órás útnak. Eddig mindegyiken részt vettünk, és nagyon-nagyon fontos most pláne. Egyrészt ugye háború van, és ez az apropója egyik, hogy a békemenet, a másik meg, hogy én megmondom őszintén, hogy ez a kormány megmaradjon, nagyon fontos nekünk ez. És ezért mindent megteszünk, meg még pluszban szeretném elmondani, hogy ennél felemelőbb érzés nincs, hogy az ember hasonló gondolkodású emberekkel lehet. Most is itt a buszon, meg majd a békemeneten is. A békemenetre több zalaegerszegi fiatal is vállalkozott. Azt gondoljuk, hogy nem csak a város, hanem a fiatalokat is képviselnünk kell, mert azt látjuk, hogy a nemzeti összetartozás jelképeként a nemzeti ünnepeket igazán a szívünkön kell viselni, és hogyha példát tudunk mutatni a fiatalokkal, hogy elmegyünk olyan megmozdulásokra, alkalmakra, amikor a hangunkat tudjuk mutatni, és azt, hogy a nemzeti színek alatt mennyire fontos nekünk az, hogy összetartozásképpen egymás kezét fogva álljunk ki Magyarországért, akkor azt gondolom, hogy fontos, hogy a fiatalokat képviseljük. A városvezetés tagjai fontosnak tartották, hogy csatlakozzanak az eseményhez és kiálljanak nézeteik mellett. Megmutassuk azt, hogy a Fidesz és a KDNP, valamint az a nemzeti keresztény konzervatív oldal, amely az elmúlt időszakban Magyarország építésén dolgozott, az erős, az fel van készülve a további időszakra és a kormányzásra is, és mindannyiunknak az az érdeke, és Zalaegerszegnek is egyértelműen az az érdeke, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr és kormánya folytassa a munkát, hiszen Zalaegerszegen olyan fejlesztések és beruházások indultak meg az elmúlt 12 esztendőben, amelyre előtte hosszú évtizedekig nem volt példa, így azon szeretnénk dolgozni, hogy ez a jövőben is így legyen. Az ünnepi felvonuláson a béke üzenetével és a háború elutasításával közel 700 000 ember vett részt a fővárosban.